Tisztelt hallgatóság, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Az első mondatom az rögtön a köszöneté, amelyet nem csak a magam, hanem három debreceni nyelvtörténész kollégám nevében is megfogalmazok azért, hogy meghívtak bennünket erre a régészeti történettudományi konferenciára. Egyelőre inkább szokatlan gesztus ez, de reményeim szerint egy gyümölcsöző együttműködés kezdetét is jelezheti egyúttal. Annál is inkább, hogy más ilyen irányba mutató jeleket is tapasztalhattam mostanában. Néhány héttel ezelőtt ugyanis az a megtiszteltetés ért, hogy az akadémia második osztályának rendezvényén Zsoldos Attila osztályelnök úr felkérésére vele együtt mutathattam be Nógrádi Árpád, Sáros megyéről írott kiváló árpádkori történeti földrajzát. A különböző tudományterületek ilyenfajta kommunikációját én magam nem csak természetesnek, hanem kívánatosnak is gondolom. A mai tudományos helyzetkép a modernkori tudományosság fejlődésének azt a folyamatát tükrözi, amely az egyes tudományterületek felaprózódásával, újabb és újabb speciális tudományterületek létrejöttével és önállósodásával jár együtt. E specializáció révén a világról való tudásunk nyilvánvalóan a részkérdésekben jelentősen elmélyül ugyan, de fennáll annak a veszélye is, hogy az egészről való ismereteink nem bővülnek az elvárható módon, vagy akár torzulhatnak is különféle módszertani okokból adódóan. Ebben a helyzetben sokat segíthet a tudományok közötti párbeszéd és az együttműködés. Az itt vázolt körülmények érvényesek a történettudomány és a nyelvtudomány közelebbről a történeti nyelvészet viszonyára is. Alig ha tévedek azzal a megállapítással, hogy a történész szakma képviselőit a nyelv gazdag elemkészletéből mindig is a tulajdonnevek, közülük is leginkább a helynevek érdekelték. Ezek történeti forrásértékét a történettudósok a nyelvészeknél is jóval korábban fölismerték, a 19. század közepén elsőként a későbbi kiváló egyháztörténész Révész Imre szolgalmazta a helynevek történeti érdekű összegyűjtését, 1864-ben pedig az ugyancsak történész Pesti Frigyes szervezte meg a mind a mai napig legszélesebb körben elvégzett helynévfeltáró munkát. A helynevek nyelvi vizsgálatát a kor nyelvészeti kutatásainak színvonalára a magyar nyelvtudományban elsőként Melik János emelte a századforduló táján. E tevékenysége elválaszthatatlan attól, hogy Gombóc Zoltánnal együtt a magyar nyelvre vonatkozóan megteremtette a modern értelemben vett etimológiai kutatásokat, és ezzel együtt kidolgozta a szófejtésben nélkülözhetetlen hangtörténet alapjait is. A 20. század első harmadában elért eredményeihez kapcsolódott az 1930-as évektől Knyezsa István, aki a helynév etimológia mellé tulajdonképpen annak a támogatására létrehozta a helynevek szemantikai és morfológiai jegyeken alapuló tipológiáját, valamint ehhez kapcsolódóan a nevek kormeghatározó értékének az elméletét, amely bizonyos helynévtípusokra tartozó neveknek a keletkezési idejét kívánta meghatározni a forrásokban való feltűnésüktől függetlenül. Ezt a helynévelemzési módszert, amely a 20. század közepére lényegében már minden részletében készen állt, Melich és Knyezsa valójában nem is a magyar nyelv történetének vizsgálata céljából dolgozta ki, hanem, ahogyan főműveik címei, a honfoglaláskori Magyarország, illetve Magyarország népei a 11. században is mutatják, sokkal inkább a Kárpát-medence honfoglaláskori, illetve 11. századi etnikum történetének a kutatása hozta létre, vállalva egyúttal azt a forráshiányból adódó kényszert is, amely nyelv és etnikum azonosításából indul ki. Eredményeiket a század második felében az Árpád-korral foglalkozó történészek széles körben felhasználták, megállapításaikra fontos történeti következtetéseket építettek, ezek közül itt most a korszakkal foglalkozó egyik legfontosabb művet, Györffy György árpád-kori történeti földrajzát említem meg, ahol ennek az elméletnek számos részlete fölmerül, és ennek alkalmazása látható. A század utolsó évtizedeire azonban a helynevekkel kapcsolatos, addig általánosan elfogadott tételeket egyre több körülmény megkérdőjelezte. Az első bírálók egyik az Árpád korral foglalkozó jeles történész Kristó Gyula volt, aki kezdetben főképpen a helynevekhez kapcsolódó kronológiai határokat vette revízió alá, majd átfogó tanulmányban helyezte Knyezsa módszerét a történettudomány számára lényegében alkalmazhatatlan, elfogadhatatlan eljárások közé.
De meghaladottá váltak a korábbi elképzelések a történeti nyelvtudomány és az időközben önálló tudományszakká erősödött onomasztika kutatóinak a többsége számára is. Ennek egyik oka a névelméleti felfogások gyökeres megváltozásában keresendő, amely a neveket a funkcionális nyelvszemléletnek megfelelően jelentéssel bíró nyelvi kategóriának tekinti, és ebben az elméleti keretben újraértelmezhető váltak a helynévtipológia elemzési szintjei és alapkategóriái, és ennek alapján egy koherens helynévelemzési modell vált kialakíthatóvá. Emellett előtérbe kerültek a helynevek keletkezésének és változásának kognitív, illetve társadalmi háttere is, amely teret kapott a korai nyelvemlékek közte a nyelvészeti szempontból szórványemléknek tekintett ugye, oklevelek interpretálásában is. Mindezek a körülmények együtt jártak a magyar onomasztikának az utóbbi 3 évtizedben történt nagyon látványos megerősödésével és tudományos presztízsének a növekedésével. Kialakult a helynevek nyelvi elemzésének egy olyan elméleti kerete és vizsgálati módszertana, amely új perspektívákat nyitott a tudományterület számára. Ebben a témakörben nem csak sokszínű tematikájú részletkutatások eredményei láttak napvilágot, hanem összegző munkák is megjelentek már. Ezekben fontos feladatnak tekintették a kutatások jövőjének legfontosabb vonalait is fölvázolni a szerzők. E gondolatkörből előadásomban 2 témakört emelek ki, a helynév rekonstrukció és a helynevek kronológiai elemzésének a problémáit. A helynevek tudományos magyarázatában kezdetektől fogva keletkezésük vizsgálata áll a középpontban. A névkeletkezés a névadás helyzetében, ugyanis a névben az általa megjelölt helyről olyan ismeretek fejeződnek ki, amelyek fontosak lehetnek a múlt történetének kutatói számára. Ezeknek a névben rögzült információknak a felismerését azonban megnehezíti a nyelvek változása, valamint egymással való kapcsolata, és ennek során az egyes nyelvi elemeknek a kölcsönhatása. A névadás okairól, motivációjáról, magáról a névadási helyzetről pedig leginkább, a legritkább esetben van csak közvetlenül tudomásunk. Ezért a klasszikus helynév etimológia kénytelen volt beérni többnyire azzal, hogy az egyes neveket magyarázva bemutatta, mely nyelvben, milyen nyelvi elemekből, közszókból vagy személynevekből jött létre egy-egy kérdéses név. A nehezebben megfejthető nevek esetében azonban emellett más körülményeket is kénytelenek voltak figyelembe venni a szakemberek, eredményeik hitelesítése véget. Ezek a vizsgálati szempontok a 20. század végére összegződtek, egységes keretbe szerveződtek, és a helynév etimológia módszerének a helyébe egyre inkább a helynév rekonstrukció eljárása lépett. Ennek főbb jellemzőit mutatom be a továbbiakban. A helynév rekonstrukció a nevekre a klasszikus etimológiától eltérően nem mint elkülönült nyelvi egyedekre tekint, hanem mint gazdag összefüggésrendszerben, hálózatban létező nyelvi elemekre. Ez a hálózat több dimenzióban is vizsgálható és vizsgálandó is. Az első ezek közül az a nyilvánvaló elvárás, hogy a helynév adatoknak a forrásokban való feltűnését az adott forrás viszonyrendszerében kell értelmezni. Nyelvileg értem most ezt nyilvánvalóan. Ennek az amúgy evidensnek tűnő szempontnak a fontosságát különösen szemléletesen bizonyították Benkő Loránnak az 1990-es évek elejétől írott anonimus tanulmányai, de ő volt az is, aki leginkább szorgalmazta a kulcsfontosságú szórványemlékek újraelemzésének a fontosságát is. Ennek megfelelően látott napvilágot Bárci Géza klasszikus művét követően, több mint fél évszázaddal követően 2 monográfia is a Tihanyi Alapító Levélről, illetve ezt követték további munkák a Tihanyi Összeírásról, a Százdi Alapító Levélről, a Bakony Béli Összeírásról és a Garamszent Benedeki Alapító Levélről. E fontos munkák a legújabb nyelv- és névtörténeti ismeretek birtokában új megvilágításba helyezték a forrásokban ránk maradt több száz helynév 11. századi adatait.
Kiemelendő ezekből a vizsgálatokból, hogy szakítanak azzal a hagyományos nyelvtörténészi felfogással, amely a helyesírás és hangtörténeti szempontoknak alapjait szem előtt tartva, szinte kizárólag az eredetiben fennmaradt hiteles forrásoknak szánt csak figyelmet. Szőke Melünde az itt bemutatott munkája nyomán többen is igazolták, hogy az átiratban fennmaradt, illetve a hamis, valamint az interpolált oklevelek helynévanyaga megfelelő módszertan alkalmazásával ugyancsak hasznosítható nyelv és névtörténeti szempontból. Ez az eljárás a legkorábbi helynévkincsről való ismereteinket gyarapíthatja főképpen, ott nyújt tehát segítséget, ahol legjelentősebb nyelvi szempontból az adathiány. E munkák szerzői kitüntetett figyelmet szentelnek annak a, mondhatni, történeti szocionomasztikai kérdésnek is, hogy az oklevelezésben közreműködő személyeknek milyen befolyása lehetett az oklevelekben megjelenő vulgáris elemeknek a nyelvi alkatára. Különösen fontosak azok a megállapítások, amelyek a nevek szövegbefoglalásának részleteit tárgyalják, illetve amelyek az oklevél szerzőhöz kapcsolódó magyar nyelvi elemeket tárgyalják. Elemi követelménynek tűnik, hogy az egyes nevek adatait egy másik összefüggésrendszerben egymásra vonatkoztatva is megvizsgáljuk. A hagyományos etimológia azonban gyakran megelégedett néhány adat kiemelésével a gazdag adatsorból, sőt, az adatok pontos azonosítását, lokalizálását sem tekintette szigorú feltételnek, mivel főképpen a nevek formai oldalára, tehát morfológiai, hangtani jellegére fordította a figyelmét. A lokális azonosítás és a minél gazdagabb adatolásra való törekvés nélkülözhetetlen a nevek változás vizsgálatának pontosításával, ami a helynév rekonstrukciónak egy nagyon fontos szempontja. A nevek változás tipológiája ugyanis fontos kronológiai következtetésekre ad lehetőséget, és a változás vizsgálatnak kiemelt szerepe van a nyelvi adaptáció, tehát a nyelvek közötti kölcsönzés körülményeinek elemzésében is. A lokális azonosítás fontossága, amely a történészek számára persze mindig is elsődleges jelentőséggel bírt, felveti azt a szempontot is, hogy az egyes neveket és jelöltjeiket lokális összefüggésrendszereikben is feltétlenül vizsgálni kell. Ezt illusztrálják a Zsitva felső völgyének szláv és magyar eredetű település nevei is. A lokális környezet vizsgálata egyrészt nélkülözhetetlen a névadás motivációjának hitelesítése szempontjából, mivel ugyanis a névadás szituációjáról, ahogy erre már utaltam, nincsenek konkrét ismereteink, ezt csak általános kognitív-szemantikai tapasztalatok alapján vázolhatjuk fel, ezért elkerülhetetlen, hogy ezeket az ismereteket mindig szembesítsük a konkrét valóságviszonyokkal. A névkörnyezet figyelembevétele másrészt az adott név kapcsolatrendszerének az elemzését jelenti, összevetve azt a térség további makro- és mikroneveivel. Ennek fontossága azon a feltevésen, illetve konkrét ismereten alapul, hogy egy-egy földrajzi és társadalmi szempontból összetartozónak tekinthető térség névadásában hasonló névminták érvényesülnek, és az egyes nevekhez, ezekhez a mintákhoz való viszonya feltétlenül vizsgálandó. Régi tapasztalata az is a névkutatásnak, hogy egy-egy névforma a nyelvterület különböző részein is feltűnik, ahogy ezt a zsitvamenti taszár, itt egy központi területen lévő név esete is mutatja. Ezek együttes elemzése, tehát a taszár teszérnevek együttes elemzése a névrekonstrukció folyamatában, a fentiekből következően azzal a tanulsággal járhat, hogy a nevek keletkezésében és történeti változásában milyen azonosságok és különbözőségek mutatkoznak meg mind területi, mind pedig kronológiai vonatkozásban. Ez a területi alapú vizsgálat még inkább hatékony lehet, ha ennek során a nevek nyelvi kapcsolatrendszerének a további dimenzióit is figyelembe vesszük. A lexikális morfológiai viszonyok összefüggései alapján vizsgálhatók például azok a nevek, amelyek azonos lexikális elemből alakultak, amint az itt bemutatott Deber völgy jelentésű földrajzi köznév is mutatja, más-más névalkotási eljárásokkal alkotott nevek együttes vizsgálata révén, metonémiával, vagyis formát nem érintő változás nélkül, népképzéssel vagy összetétellel jöhettek ezek létre.
Ezek névbokor vizsgálatok nem csak az egyes névrekonstrukciók bizonyosságát erősítik, hanem a névrendszerek és ezáltal a nyelv területi és kronológiai viszonyainak jellemzőre is rávilágíthatnak, ahogyan például a korábban már bemutatott taszár teszér, és itt mellé téve a csatár-csitár típusú nevek esetében is kitűnik. A nevek szemantikai természetű kapcsolatrendszerén alapuló vizsgálata, ez elsősorban a névadás kulturális történeti hátterének a megvilágítását teszi lehetővé. Ez az eljárás korábban is használatban volt már, ám a helynév rekonstrukció egyik dimenziójaként, a fenti vizsgálati szempontokkal együtt alkalmazva új összefüggésekre irányíthatja rá a figyelmet, például ebben az esetben, hogy magyar vagy szláv névadásról van-e adott esetben szó. A helynév rekonstrukciónak, ahogyan az etimológiának is, a leggyengébb pontja a név keletkezési idejének a megállapítása. Ehhez az adatolás csak annyiban járulhat hozzá nyilvánvalóan, hogy a forrásokban való megjelenés kétségtelenül jelzi a név meglétét. Ezt a problémát Nyezsa István azzal az általa létrehozott helynév tipológiával próbálta feloldani, oly módon, hogy az egyes névtípusokhoz, például az úgynevezett puszta személynévi településnevekhez, vagy a törzsek nevéből alakult településnevekhez konkrét időhatárokat rendelt hozzá, amelyek között megítélése szerint az adott csoportba tartozó nevek keletkeztek. Az egész felfogásnak korábban már részletes bírálatát adtuk, de itt most csak a nyelvek és nyelveknek azt az általános jellegzetességét emelem ki, hogy a nyelvi változások nem csak, hogy többnyire igen hosszú lefolyásúak, hanem egy nagy térbeli eltérés is jellemző az érvényességükre. Ebből adódóan az egyes nyelvjárásokban akár ma is használatban lehetnek olyan formák, amelyek az Árpád-korban voltak jellemzőek. A nyelvnek ez alól az általános sajátossága alól természetesen a helynevek sem kivételek, tehát Knyezsának ez a módszere ilyen szempontból is alkalmazhatatlan. Az egyes nevekhez tehát valamely névtípusba való tartozásuk alapján nem rendelhetünk hozzá abszolút értelemben vett kronológiai értéket, de egyfajta relatív időbeliséggel a különböző névtípusok mégiscsak jellemezhetők. Knyezsa helyesen ismerte fel tehát, hogy az egyes névtípusok összességükben régebbiek, archaikusabbak másoknál. Azt a következtetését azonban nem fogadhatjuk el, hogy egy-egy alapvetően nem nyelvi érvek alapján kijelölt időén intervallumba sorolt be minden egyes oda tartozó nevet. Mármint, hogy szemantikailag oda tartozó nevet. Amennyiben tehát nyelvi tekintetben biztos ismeretekre kívánunk támaszkodni, akkor csak is a ténylegesen előforduló helynévadatokra hagyatkozhatunk a kronológia kérdéseiben még akkor is, ha tudjuk, hogy az egyes nevek forrásokbeli előfordulásuk, a keletkezésük hőpeszt véletlenszerű. Ha azonban nem egyedi nevek kronológiai viszonyait vizsgáljuk, hanem nagyobb névállományokét, névrendszerekét, akkor ez az esetlegesség az adatolásban mondhatni kiegyenlítődik, hiszen minden névtípust egyformán érinthet. Figyelembe véve azt, hogy a helynevek időbeli változása és ezzel együtt térbeli változatossága mind szemantikai, mind pedig szerkezeti jellegzetességeit érinti, épp úgy, mint minden más nyelvi elemét is, az egyes helynévtípusok relatív kronológiai viszonyat is ezekben az összefüggésekben kell megvizsgálni. Rácz Anita ezt a vizsgálati szempontot elsőként egy szemantikailag egynemű névtípusra, a név népnévből alakult településnevekre alkalmazta, amelyek a magyarság körébe betelepülő idegen másnyelvű népelemekre utalnak. Szerkezeti tekintetben jelen vannak közöttük a településnevekre jellemző alapvető szerkezeti típusok, az egyrészes nevek, amelyekben a népnév alapalakban, mint mondjuk a német névben, vagy képzővel, mint a németi esetében szerepel, épp úgy, mint a kétrészes nevek. A népnév települést jelentő földrajzi köznévhez is kapcsolódhat, mint a német faluhoz, vagy egy már meglévő helynévhez, mint mondjuk a német kér esetében. Más típusú szerkezet a település nevek körében nem fordul elő. Az ebben a szemantikai típusba tartozó több mint 1300 ómagyarkori településnév szerkezeti változatai jellegzetes kronológiai viszonyokat mutatnak. Az egyrészes nevek első előfordulásainak csúcsidőszaka több mint másfél száz évvel megelőzi a kétrészeseket. Ugyanez a trendforduló, a kétrészes nevek aránybeli előretörése a személynevet tartalmazó településnevek körében már a 13. század második felében megmutatkozik.
Hasonló összefüggéseket tapasztalhatunk akkor is, ha különböző szemantikai csoportba tartozó településnévtípusokat hasonlítunk össze kronológiai tekintetben. Ebből az összevetésből az derül ki, hogy a törzsnévből és a foglalkozásnévből alakult nevek 14. század előtti előfordulása jóval gyakoribb más szemantikai csoportokénál, még a fentebb említett népnevekénél is. Ezek a relatív kronológiai vizsgálatok konkrét nyelvi adatok alapján igazolnak tehát olyan feltevéseket, amelyet korábban nyelven kívüli, többnyire vitatható, de semmiképpen sem bizonyítható érvek alapján fogalmaztak meg. De emellett ismételten fontos hangsúlyozni azt a különbséget is, hogy a relatív kronológiai felfogás szakít azzal a korábbi téves gyakorlattal, amely az egyes nevek keletkezését valamely behatárolt időszakra tartja csak elképzelhetőnek. Ezzel a felfogással persze megfosztjuk magunkat attól az egyébként téves elképzeléstől, hogy minden olyan korai településnevet, amely formás nélkül alakult személynévből, például a 13. század előttről keletkezett névnek, és így 13. század előtt keletkezett településnek tekintsük. Helyette viszont megnyerjük azt a valós lehetőséget, hogy egyes térségek településnévállományát egy-egy hosszabb időszakra vonatkozóan, időbeli jellegzetességeit tekintve is a tényleges adatok alapján jellemezhessük. A relatív kronológia által különböző időrétegekbe sorolt, tehát archaikusabb, illetve újabb típusú nevek elemzése ugyanis kirajzolja az adott térségnek a névmintázatát, amelyet időbeli változásában is jellemezni tudunk. Az ómagyarkori Bihar vármegye település nevei például jól mutatják összességében is azt a változást, amelyet a fentiekben egyetlen szemantikai típusra, a magyar nyelvterület népnevet tartalmazó település neveire vonatkozóan megállapítottunk, és amely az egyrészes, itt kékkel jelölt nevek fokozatos háttérbe szorulását jelzi az időben egyre inkább előtérbe kerülő kétrészes, pirossal jelölt nevekkel szemben. A relatív kronológiai vizsgálatokat eredményesen alkalmazhatjuk különböző térségek azonos korból való névállományának jellemzésére is. Ebben az összevetésben egyes térségek névmintázatai eltérést mutathatnak archaikus, illetve újszerű tipológiai jellegzetességeik tekintetében. A nem túl hosszú folyású Zsitva völgyének alsó szakasza például némileg archaikusabb mintázattal jellemezhető, mint a felső. Két távolabbi térségnek, a fent említett Biharnak és a Bakonyalja vidékének az összevetésére, mind a 13. századra vonatkozóan még határozottabb eltérést jelent a Bakonyalja archaikusabb névmintázatával. Ezeknek a térségeknek a vizsgálata jó példát mutat arra vonatkozóan is, hogy a helynév rekonstrukció és a relatív kronológia módszerét alkalmazva milyen eredményre juthatunk a magyar és más kárpát-medencei nyelvek térszerkezetének alakulását vizsgálva. Ennek elemzéséhez a településnevek mellett több névfajta, a víznevek és a mikronevek bevonásával a korábbiaknál lényegesen nagyobb eséllyel tudjuk megítélni a helynevek nyelvi eredetbeli rétegeinek egymáshoz való időbeli és térbeli viszonyait, és az egyes térségekben együtt élő nyelvek kapcsolatrendszerét, ahogyan ezt az Zsitva felső völgyének magyar és szláv helynév viszonyai esetében is nagyon jól láthatjuk. Ennek az igen komoly sikerekkel kecsegtető eljárásnak a részleteiről azonban itt nyilván nincs módom szólni. A fent elmondottak összegzéseképpen azt tudom megállapítani, hogy az Árpád-kori Magyarország onomasztikai és nyelvi térszerkezetének vizsgálatában a helynévrekonstrukció és a relatív kronológia elemzési módszere újfajta lehetőségekhez juttatja a kutatókat. E módszerek alkalmazása az egyes térségekre vonatkozóan elvégzett kutatómunka során újabb részletekkel gazdagíthatja magát az eljárást, és finomíthatja az eddigi megállapításokat is. A nyelvi elemeknek a nyelv és névtörténeti módszerekkel történő vallatása azonban csak is a nyelvre vonatkozó ismereteket tárhat fel, közvetlenül semmiképpen sem alkalmas település és etnikum történeti következtetések levonására. Ezen a téren újabb eredményeket a történettudomány és a régészet ismereteivel való összevetés ígér leginkább.
Köszönöm szépen a figyelmet.